Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Március 28-a szombat van. A mai napon János evangéliumának 11. fejezetének 45. mondatától az 56. mondatáig olvasom. Lázár föltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak. Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyáján hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket. Közülük az egyik Kajafás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nemzet elpusztuljon. Ezt még nem magától mondta, hanem mint annak az évnek főpapja, prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg. Sőt, nem csak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszorott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efrém nevű helyiségbe, és ott tartózkodott tanítványával együtt. Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla. Mit gondoltok? Eljön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim, itt vagyunk most már virágvasárnap előtt, amiatt tényleg a szenvedés hete megkezdődne, és a történetben már is ott van ez a megosztottság, újból és újból visszaköszön, valakik elfogadják, valakik köszöntik, valakik keresik, valakik meg elutasítják. A történetben hangsúlyosan Lázár feltámasztás után történik mindez. Olyan csoda tétel ez, ami már túlmutat mindenen. Az emberek nagyon sokan meglepődnek, nagyon sokan rácsodálkoznak Jézusra, és hangsúlyosan mondja, sokan hittek Jézusban. Robbanásszerű az a ragaszkodás, ahhoz a Jézushoz való megtérés, amennyien keresik igazán Jézus, amennyien tényleg nyomába szegődnek. Látták, amit cselekedett. Érdekes Jézusnak ez az építkezése onnantól kezdve, hogy a tanítványit egybegyűjti, és hogy a csodák elindulnak, és hogy tanítani kezd. Egyre többen veszik igénybe, egyre többen keresik őt, nyomába szegődnek. És persze ott az ellenpólus maguk a farizeusok, akik elmentek és jelentették, mit tett Jézus. Fájdalmas ez a törésvonal, és fájdalmas a történelmesen mindig valahol ott van ez. Hívők és nem hívők, Krisztushoz ragaszkodók, Krisztus elutasítók, ateisták vagy pedig hívő emberek. Döbbenetes a történetben tényleg ez a törésvonal, döbbenetes mindaz, ami bennük zajlik. De ebben is ott van valahol Isten akarata. Elpusztítják szentélyüket és népünket. Valami fajta aggódás van bennük. Inkább egy ember halljon meg. Bekövetkezik az, ami előtte megirattatott. Érdekes egész történet, és még a rosszból is a jót tudja kihozni az Isten. Vagy az örök üdvösség terve léte benne általuk is, akkor, amikor a rosszat teszik. Félelmetes a történet, félelmetes egyfelől ez a gonosz, aki meg akar osztani minket. És azt gondolom, hogy a történetnek egyik fő mondani valója elsősorban az, hogy nagyon fontos azért odafigyelni, hogy nem csak az Isten van jelen az életünkben, hanem a gonosz is jelen lehet, mint megkísértő. A lehetőség az, hogy a kényelmünket válasszuk, a hatalmat, az, hogy a saját akaratunkat tudjuk érvényre juttatni, nagyon nagy megkísértettsége a mai kor emberének. Megegyeztek, megölik. Gyerekeket tanítjuk első áldása, mi az, hogy bűn tudva és akarva
Isten parancsát megszegni, tudva az, hogy tudom, avval rosszat teszek, és már azóta az, hogy tudva és akarva, és meg is teszem, előre megfontolt szándékkal. Újság címekben szalag címként szokott ott lenni, hogy valaki előre megfontolt szándékkal megölte élettársát, párját, vagy bankot rabolt. Isten is itt valójában a bűnnek az a fajta folyamában, amely konkrétan előre megfontolt szándékkal születik az emberi szívben. És mégiscsak ott van Jézus, aki visszavonult, még nincs itt az órája. Mondhatnám, a feszültségből kicsit oldódja az eseményeket. Keresték Jézust. Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp Isten igazolta a mi szemünkben Jézus Krisztus, és akkor, amikor választani kell, mindenképp Isten igazságát, Isten országát kell választani benne. Teljes igazságra, boldogságra, békességre akar hívni. A másik, amire hív, valahol ez a teljes Krisztusnak az elfogadása. Az, ami ott történik ebben a történetben, a megosztottság, az a szívünkben is ott van. Akkor, amikor az igében válogatunk. Ez jó, ez rám vonatkozik, persze, ez milyen szép, jaj, hát ezt nem fogadom el. A teljes Krisztus elfogadásában ott van a megaláztatás, az összetörettetés, amit személy szerint az életünkben szeretnénk elkerülni. De mégis az örök üdvösség tervében ott van. Hát mit is kívánhatnék? Adja Isten, hogy valóban ez a nagybőjt időszak számunkra ajándék legyen. Ajándék a felismerésben, hogy Jézus Krisztus az üdvözítő, a megváltó, aki minket meghívott az új és örök életre. Adja Isten, hogy valóban ragaszkodjunk hozzá életünk minden percébe. Elfogadott tanítását, az ő igéjét, váltsuk valóla mindazt, és másokat is így meg tudjunk hívni az egytest közösségbe. Krisztus, ami urunk által. Amen.